Kedves nézőink, az Agrárpercek mai műsorában nézzék meg a termálvíz felszíni elhelyezéséről készült filmünket, amely Szarvason a Halászati és Öntözési Kutatóintézetben készítettünk, dr. Pekár Ferenc főigazgató helyettessel. A Kurca Televízió azon belül is az Agrárpercek nézői tudják, hogy térségünk az ország egyik leggazdagabb geotermikus energiával rendelkező vidéke. Nagyon jelentős ezen energiahordozó mezőgazdasági hasznosítása is. Most azt a témát szeretnénk körbejárni, hogy a használt termálvizek felszíni elhelyezése hogyan lehetséges úgy, hogy a környezetünket ne károsítsuk, illetve nem hasznosíthatók ezek a tározók vizes élőhelyekként. Bemutatom önöknek dr. Pekár Ferenc főigazgató helyettes urat, a Szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézettől. Tőle kérdezzük, hogy a használt termálvizek felszíni elhelyezése hogyan történhet. Köszöntöm a Kurca TV nézőit innen Szarvasról. A használt termálvizek felszíni elhelyezése többféleképpen történhet. Az alaptechnológia az lehet, amikor úgynevezett tavas rendszerekben helyezzük el a termálvizet. Ennek egy klasszikus példája éppen a Szentesi Árpád Agrár ZRT hűtőtározó tavai, ahol megfelelő ideig tározzák a használt termálvizet, ez alatt az idő alatt az esetleges károsító anyagok a termálvízben lebomlanak, és így már nem szennyezik, nem károsítják a befogadó vízfolyás élővilágát. Ez a legegyszerűbb megoldása a használt termálvizek felszíni elhelyezésének, hiszen ez a tórendszer mindössze két tóból áll, van egy úgynevezett hűtőtó, és utána pedig egy nagyobb méretű tározó tó. Most a tisztító, kezelő tórendszer struktúrája az attól függően változtatható, hogy milyen minőségű a termálvíz. Ha sokkal rosszabb minőségű termálvizet használunk, akkor nyilván egy több lépcsős sorba kapcsolt tórendszer kell, amelynek mondjuk az elején vannak úgynevezett stabilizációs tavak, amit egyébként a szennyvíztisztításban is használnak, utána vannak egyszerű, ugye ezek mind földmedrű tavak, majd a legvégén lehetnek olyan tavak, hogy tovább csökkentsék a károsító anyagok koncentrációit, úgynevezett vízi növényes tavak, ezt nevezik wetlandnek is most már eléggé elterjedten, és így a megfelelő hosszú tartózkodási idő alatt a károsító anyagok nem csak lebomlanak, de hasznos tápanyagokká, sőt táplálékká, vízi táplálékká alakulnak át, amelyet a vízben élő, élőlények hasznosítanak. És ha megfelelő tisztítást tudunk elérni, akár a tisztító rendszer végén még halat is nevelhetünk tavakban. A termálvizek milyen kémiai tulajdonságokkal rendelkeznek? Milyen károsító anyagok vannak ezekben? A termálvizek legfőbb jellemzője a magas sótartalom, ezen belül a magas nátriumtartalom, ezen kívül pedig a legtöbb esetben magas ammóniatartalom és az úgynevezett fenol típusú szénhidrogén származékok viszonylag magas koncentrációja. Ezek tényleges koncentrációja attól függ, hogy milyen mélyre fúrunk. A néhány száz méteren még viszonylag alacsonyak ezek a károsító anyagértékek, de 1500, 2000 vagy 2500 méterre fúrva a mi térségünkben, akkor ezeknek a károsító anyagoknak a koncentrációja már lényegesen magasabb, különösen a nehezebben lebontható vagy lebomló fenol típusú több gyűrűs szerves vegyületeknek a koncentrációja. Na most a hatósági gyakorlatban ezeket ugye mérni kell,
Erre vannak megfelelő paraméterek ugye meghatározva a rendeletekben, például ezt a fenol típusú vegyületek koncentrációját összességében fenol indexként mérik, de ugyanígy az összszerves anyag tartalmat, az pedig úgynevezett kémiai oxigénigény, ez a szakemberek számára nyilván ismert fogalmak. Ez azt jelenti, hogy egy élő víz folyásba engedve ezt a használt termálvizet, ennek ez az oxigén igénye nyilván abban a vízben fogja majd igénybe venni az oxigén tartalmat, ezért csökkenti a befogadóban a víz oxigén tartalmát, hát ezért nevezhető hát károsnak ez a hatás. Milyen megoldások vannak a használt termálvizek kezelésére? Én csak röviden szeretném megemlíteni, hogy ha lehetséges műszakilag és gazdaságos is a megoldás, akkor vissza kell sajtolni a felhasznált termálvizet ugyanabba a rétegbe, ahonnan azt kitermeltük. Ebben a régióban sajnos ez műszakilag nehezen kivitelezhető megoldás. Éppen ezért kezdtünk foglalkozni már régebben egy másik járható úttal, mégpedig a használt termálvizek felszíni elhelyezésével, tehát ahol nem lehetséges a visszasajtolás, ezt a módszert lehet ajánlani. Most természetesen léteznek más megoldások is, amit általában a szennyvíztisztításban használnak, akár az ipari vagy kommunális szennyvíztisztításban, ugye ezek a mesterséges, műszaki vagy kémiai módszerek, ezek általában nagyon drágák, és ezért javasolható ez a sokkal olcsóbbnak tekinthető biológiai eljárás. Itt a Halászati és Öntözési Kutatóintézetben a 80-as évek közepétől foglalkozunk ezzel a témával, és különböző típusú használt termálvizek elhelyezési technológiáinak az alapjait dolgoztuk ki. Kezdtük a szentesi termálkutakból származó, ugye használt termálvíz hűtőtározó tavas kezelése elhelyezésének a vizsgálatával, majd utána itt Szarvason a korábbi, hát ilyen halastavi kutatásokra alapozva kidolgoztunk egy most már félüzeminek tekinthető technológiát, amely egy haltermelő rendszer által használt termálvizet kezel, tisztít és részben újra is hasznosít ilyen tavas tisztító rendszerekben. És ez a technológia nyilván adaptálható más helyeken is, más célra használt termálvizek kezelésére is, például a épület fűtésre, vagy éppen a kertészeti fóliák fűtésére használt termálvíz kezelésére is. Mindenütt a helyi adottságokhoz igazítva, a felhasznált termálvíz minőségét figyelembe véve, hát megtervezhetők ezek a tisztító rendszerek. Létezik-e környezetkímélő elhelyezési megoldás? Igen, szerintünk létezik, és éppen ez a felszíni elhelyezés lehet a legkörnyezetkímélőbb megoldás. Ugyanis a környezetkíméletet nem csak olyan szűken kell értelmezni, hogy most konkrétan ebben az esetben a kibocsájtott termálvíz károsítja a befogadó környezetét. Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy a szennyvíz tisztítása, kezelése során mennyi energiát használunk fel például, mennyi olyan anyagot kell felhasználnunk, vagy gyártmányokat, amelyeket ugye nem megújuló energiaforrásokkal termelnek meg másütt. Tehát ezt sokkal komplexebben kell nézni, és ha így értékeljük ezt a technológiát, akkor ez abból a szempontból is környezetkímélőnek tekinthető, hogy nem használ túl sok ipari eredetű anyagot, nyersanyagot, energiát, hiszen itt nagyrészt a
napenergiáját használjuk föl a biológiai folyamatok, a tisztító biológiai folyamatok során. Említette a napsugárzás hatására beinduló biológiai folyamatokat. Vannak ezzel kapcsolatban kutatási eredmények? Beszéljen erről nekünk. Igen, mint már említettem, ugye több éve folytatunk ilyen kutatásokat. Tehát konkrét mérési eredményeink vannak a különböző károsító anyagok eltávolítási hatékonyságára, hogy hány százalékát lehet ugye ezekkel a biológiai folyamatokkal eltávolítani. Például az ammóniának, amit viszonylag könnyű eltávolítani ezekben a tavas rendszerekben, annak 80-90 százaléka ugye átalakul más, már nem káros anyagokká. De például a szentesi hűtőtározó tórendszerben a fenol típusú vegyületek koncentrációja nagyon rövid idő alatt 50%-kal csökkent. Az utóbbi években egy Európai Uniós projekt keretében folytattuk a kutatásokat itt Szarvason, a már említett tehát afrikai harcsa termelő telep elfolyó vizének a tisztításával foglalkoztunk. Ott is rendelkezésünkre állnak ezek az adatok, mindezekre a károsító anyagokra hát nagyon jó hatásfokot, tisztítási hatásfokot lehet elérni. Most legújabban a szarvasi termálvíz hasznosító vállalkozásokkal dolgozunk együtt, közös projektek keretében. Éppen múlt ősszel kezdtünk el ilyen közös munkát, ahol az ő hát meglévő tározó, ugye hűtőtavaknak nevezzük ezeket így egyszerűen, és éppen a mi koncepciónk szerint kellene ezeket a tórendszereket még bővíteni, több tavat sorba kapcsolni, hogy ezeknek a folyamatoknak a lejátszódásához hát legyen több idő. És itt szeretném azt megemlíteni, hogy nyilván fölmerül sokakban, hogy nyilván az ammóniát el lehet távolítani könnyen, mint említettem. Ugyanígy a fenol típusú vegyületeket is. Vannak nehezebben lebomló szerves anyagok, ezeknek nyilván több idő kell, akár néhány hónapig is tározni kell a vizet ezekben a tavakban. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ahol lehetőség van rá, akkor ott a meleg periódusban, tavasztól őszig tartsák, tározzák ezeket a használt termálvizeket ezekben a tavakban. Most egy külön problémakör a só, az összsó tartalom és a nátrium tartalom. Ezeket persze ilyen biológiai folyamatokkal nem lehet eltávolítani, de itt az az elképzelésünk, hogy ha szükséges, akkor lehet sótalanító eljárásokat is bevetni, ami már nem biológiai módszer, hanem hát műszaki eljárás, de az lehet az előnye ennek is az eddigi vizsgálatok szerint, amelyeket nem mi végeztünk, hanem azok, akikkel közösen dolgozunk, hogy olyan sókat lehet kinyerni, amelyek tovább hasznosíthatók, például az építőanyaggyártásban, vagy ki lehet nyerni még olyan fémeket, amelyeket egyébként hát drága úton lehet előállítani, vagy bányászni kell. És még ha részleges sótalanítás történik, esetleg még az is megfelelő, vagy ha egyáltalán nem történik, akkor is el lehet azt képzelni, és lehet javasolni, hogy úgynevezett szikes vizes élőhelyeket létesítünk ezáltal, tehát a használt termálvizek kezelése révén, amelyek régen, a múltban, például Alföldön nagyon sok helyen léteztek, mára ezek nagy része eltűnt, ezeket vissza lehetne állítani, ha akár így mesterséges úton is, és ezek egyébként nagyon gazdag élővilágú, és hát ilyen unikumnak is tekintett élőhelyek lehetnének a jövőben. Pekár úr, köszönöm önnek a beszélgetést, és további sikeres kutató munkát kívánok. Köszönjük szépen.